Az idén balansz. Csak ennyi. Balansz. Kiegyensúlyozottságot, egyensúlyt szeretnénk teremteni a szakmában. Ennek az egyensúlynak a fontosságát, a meglétét, a hitelességét próbáljuk bemutatni. Az Országos Fogtechnikus Ipartestület 2018-as évben is meghívást kapott a Dental World rendezvényére, hogy szervezze meg a protetikai kongresszust. A tavalyi év sikerén felbuzdulva, és azon, hogy nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, elvállaltuk, idén is megszervezzük ugyanúgy a csütörtöki programnapot. 4 előadásunk lesz, a tavalyi előadásokra építünk, ezeket az előadásokat próbáljuk egy kicsit magasabb szinten, még jobban kidolgozottan, újabb témákat felvetve, újabb kérdéseket megválaszolva bemutatni. Idén a protetika témaköré vonjuk ismételten az előadásokat, ez lesz a legfőbb csapásvonal. Protetikai előadások, protetikai témakörben. De a balansz értelmezés alapján. Előadóink ennek a jegyében rakják össze előadásaikat. Kardos Károlyt meghívtuk, aki tavaly is a testegyensúlyról, a fogászatban elért eredmények alapján tartott egy nagyon fontos és nagyon jó bemutatót, és egy nagyon jó értekezést beszéltünk vele. Rátonyi József kollégánk, Hanser Zsolt kollégánk ugyanígy a színpadon lesz. És új előadóként az idén Kovács Patrikot hívtuk meg, aki a kiegyensúlyozott fogművektől eleve ezzel a témakörrel foglalkozik. Az ipartestület megújulása egy éve kezdődött. Ez alatt az egy év alatt több konferencián is részt tudtunk venni, ugye tavalyi 2017-es Dental World-ön, ennek folytatásaként elkészítettük a Földvári Fogtechnikus Konferenciát, és most erre a kettőre ráépítve jelenünk meg a Dental World-ön. Köszönjük kollégáinknak a tavalyi részvételt, nagyon nagy számban érkeztek, szeretnénk, ha idén is ugyanilyen nagy látogatottsága lenne a rendezvénynek. Mi önökért dolgozunk, értetek dolgozunk, de csak úgy tudunk valóban hatásos munkát végrehajtani, hogyha eljöttök, meglátogattok minket, és velünk együtt dolgoztok ezen. Köszönöm, hogy meghallgattatok.